A miniszterelnökség tájékoztatása szerint a központi és a területi közigazgatásban múlt hónapban összesen 2500 dolgozó kérte a felmentését. Az Index Hu értesülései szerint a tömeges felmondások miatt a megyei és járási, kerületi kormányhivatalokban májusra kritikus helyzet állhat elő, azonban. A kormányban azt mondják, ez a mértékű felmondás még nem veszélyezteti a munkavégzést. A tömeges felmondási hullámot, a március elején hatályba léptetett jogszabályváltozások indították el a közigazgatásban. Az új szabályozás értelmében a félórás ebédidő többé nem számítható bele a munkanapba, így a dolgozóknak ennyivel tovább bent kell maradniuk a hivatalban. A módosítás az alapszabadságot is érintette, ami így 5 nappal lett kevesebb, valamint a kafetéria juttatások is eltűntek. Ezek módosítása miatt a munkavállalók lényegében többet dolgoznak, miközben csökkent a fizetésük. Nem ezt érdemeltük. Ez nem közszolgálat, ez már közrabszolgaság. Így jellemezte egy kormányhivatali dolgozó a közhangulatot a területi közigazgatási egységekben. A jogszabályváltozásokról a munkáltató személyre szólóan tájékoztatta a dolgozókat, így akik azt nem fogadták el, azok 5 napon belül kellett, hogy jelezzék, majd a munkaadó köteles volt felmenteni őket, valamint a ledolgozott éveik után végkielégítést fizetni. Végül összesen 2500-an nem értettek egyet a változásokkal és kérték felmentésüket. A felmentésüket kérők száma a megyénken belül döbbenetes mértékeket ölt. Többen úgyis a távozás mellett döntöttek, hogy egyelőre nincs kilátásban új munka lehetőség. A további tömeges létszámcsökkenés több szervezeti egység működését megbéníthatja, melyeknek eddigi működése is problémás volt. A jogviszonyát alakulás okán felmentésüket kérő kollégák 2 hónapos felmentési idejükből 1 hónap elengedésre kerül, az időarányosan kivindő szabadságok miatt pedig nagyjából 2-3 hét múlva rengeteg szék fog kiürülni, feladatkörök maradnak ellátatlanul, mondta a lapnak egy névtelen forrás.